Ezek a 8-asok? Akkor jó reggelt kívánok mindenkinek, tiszteletre köszöntök mindenkit a mai képviselő testület ülésen, szentelkülös, nem négyes. A képviselők közül jelen van 6 fő, megállítom, hogy a képviselő testület határozott képe. A mai rendkívül képviselő testület ülésnek egy napi rendben van tervezve, útépítési eljárás előtt. Kérdezem a képviselőket, hogy a kiküldött napirendvel kapcsolatban van-e kérdésük. Ha nincs, akkor kérdezem, hogy elfogadják-e a képviselőtestet a kiküldött napirendet, és ilyen képviselőtestet szavazzom a szépen. Jó reggelt! Igen, szavazzom a képviselőtestet, jó reggelt elfogadta a kiküldött napirendet. Összegzés, hogy a képviselő testület már a költségvetési koncepcióban, már a költségvetésben elhatározta az idei évben, ugye egy utcát szeretne beaszfaltozni, elkészültek a tervek, engedélyeztetettek egy utcába, Költség utcába, a útépítési társulás nem jött létre, ott ez valójában maga a tervezés engedélyezett folyamatban van. A hat utcára össze, vagy megvan az engedélyes tervünk, 5 utcára összejött a kétharmados többség az útépítési érdeklődéshez. A közbeszerzési eljárást írtunk ki. A közbeszerzési eljárás kapcsán múlt hét volt a tevőknek a bontása, ami annyit hadd kérdezek, hogy e-mailben kiküldtük a bontási jegyzőkönyveket, ezt most valaki kérje papír alapon. Hanem akkor mondom tovább. Tehát ennek alapján a legjobb árajánlat tevő az kb. 141 millió forint állapította meg a beruházásnak vagy küldetés lehetséges költségű. Ugye olyan közbeszerzést indítottunk, hogy volt tárgyalásos eljárás. Tegnap folytattuk le a tárgyalásos eljárást, ahol 3 új ajánlat tételre adtunk lehetőséget. Ennek kapcsán az előterjesztésben kiküldött, illetve most kiadott, vagy kiosztott árakat sikerült elérni. Tehát így lényegében ennek a 6 utcának az összköltsége, nettó költsége, maga az építése 113.815.000 forintba kerülne. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó árszintet értünk el. Tehát maga a műszaki ellenőr szerint is ez az az ára, amiért még éppen meg lehet csinálni, de hát ilyen nyomatárak vannak most az útépítésnél. Eredményt kell hirdetni, ugye ez mindig felvetődött az ilyen eredmény hirdetéseknél, hogy hirdessünk-e második helyezettet, ebben az esetben én úgy gondolom, hogy hirdetni kell második helyezettet is, vagy második helyet is, mert olyan közel vannak az árajánlatok egymáshoz, hogyha az első helyezett visszadik, akkor is megküldik lényegében az útépítést, vagy az aszfaltozás megkülönbözik csinálni. A további menetben az lenne, hogy ugye most van egy eredményhirdetés, utána kiutasítjuk a nyerteseket, van egy 15 napos moratórium, és augusztus 21-én szerződéskötés, és akkor lenne lényegében a kérdezett átadása is. Úgyhogy ezen a héten az érintett lakosokat már értesítjük is ki, hogy augusztus 21-ével lényegében kezdődnek a beruházások, és ugye nyilvánvalóan valami korlátozásokat fog jelenteni. Hát bízunk benne, hogy ezt azért nem fogják a lakosok lenni, mert kapnak egy jó minőségű utat. Tehát az utak úgy lettek tervezve, mint a Kassor és a Szegélykő, mind a két oldalon, ugye egy felszíni
víz szikkasztóától, lényegében egy törött beton, illetve múrva alap és két rétegű aszfalt, 2-5 centi aszfalta. Tehát két nyertes lett, mert a két, tehát a közbeszerzést két részre bontottuk. Az egyik résznek a nyertese a Gordius, ő lényegében a Kolasznak a lévek csoportjába tartozik. A második résznek a Gyurek, aki a Magyar Aszfaltnak az érdekeltségébe tartozik. Annyit azért látunk a közbeszerzésnél, hogy azok a cégeknek meghívtunk, például a Sonyi-Meri székhelyi céget és a Hitranszot, hogy azok a cégek tudtak jó árajánlatot adni, akik saját aszfaltjelölő telepkel rendelkeznek. Az előterjesztés röviden ennyit. Én kérdezem a képviselőket, hogy az előterjesztéssel, illetve a napirenddel kapcsolatban van egy kérdésük. Határidője van ennek a beruházásnak? Tűzletes, a szerződésben benne van, november 10-ére kell átadni az utat. Ilyet összünk? Csak annyira szeretném kiegészíteni a programos törvágyat, hogy a tervezés során a lakókkal folyamat is volt a együttműködésnek, mert valami nem ő problémája, igénye volt, annak meg volt a lehetősége arra, hogy jelezzem. Próbálták is ezeket ugye a tervezés során figyelembe venni, hát reméljük, hogy nem akadályozom el semmilyen ilyen problémák kivitelezést. Van amik kérdése valakinek? Józan képviselő. Örömmel láttam, hogy itt voltunk alkalmazás területen a pályázatok munkálásnál, hogy a Sonyi-Meri cég is van a pályázók között. Ahogy polgármester úr elmondta, hogy itt most nem látjuk a céget, hogy magyar különbség volt a itteni két győztes, vagy kiirdetés a váró győztes között, nem látszik a Hitrasznak a zárata. Én nekem most nincs a fejemben, hogy megkaptam úgy érve, hogy csak hogy nagyon nagy különbség volt a... Hát annyi különbség volt, amennyi az aszfalt keverésen a nyereség van lényegében. Tehát a Gordius Kft. Ugye 57.180.000 forinttal vitt nettóval az első rész, a Hitrans az 65.999.000 forintot tett, tehát lényegében 90.000 forint az első résznél, a második rész 56.600.000 forinttal vitt el a Hitrans, és 64.000 forint, tehát lényegében 17.000 forint nettóval a két utcára. Tehát azt el is mondta a műszaki ellenőr is, hogy ezzel az egyenlet tudnak az égek versenyt képesek lenni, hogy az aszfalt ármányjék nem számolta saját nevek nyereséget, ha viszont olyan szép, akinek elhagy az aszfaltot, akkor hívta azt azért, nem is jövett részlet az árnejtésben. Részben csak, bár én úgy vettem észre, hogy az első lépcsősen nem adott új ajánlatot. Igen, tehát ő a megajánlat, tehát az ajánlat, hogy az indok az volt, hogy nem. Indok nem volt, hát ezt indokban jelentek. Azt én tudom, csak nem tudom, hogy zajlott a tárgyalás, hogy esetleg mondtak erről valamit. Nem, semmi. A tárgyalás az úgy zajlik, hogy lényegében mindegyik ajánlattevő kap egy formanyomtatványt, amihez saját maga fölírja az új ajánlat képelét. Tehát ugye itt az, hogy a tisztítés, tessék? Szó között nem is, tehát nem adott átbeszélés, csak amit ráértek a papírra, az alapján lett az állapján. Tehát azok be lettek szedve. Föl lett olvasva, hogy ezt a KBT lefolytatni egy ilyen licitet, ugye föl lett olvasva, akkor elmondom, hogy képviselői testnevet nem szavazott meg ennyi tiszta beruházásra, tehát nem tudjuk megvalósítani, hogyha
ha nem lesz további elmejtés, akkor érvénytelenül tűnik fogja az átjárványt. Ugye azért ez egy olyan nyomás ér, és ugye az is elmondta nekik, hogy ha érvénytelenítjük, akkor közbeszerzési eljárást indítunk, és azt ugye új szereplőkkel fogjuk indítani, mert nyilvánvaló, hogy ha ezzel a szereplőgárdával nem tudom egyességet kötni, akkor úgy szereplőket hívunk. És akkor adtunk egy második lehetőséget az állítésre, és utána volt, amit ki kell jelenteni, hogy végső árajánlattétel, és ez volt a harmadik tény, mert így alakult ki. Tehát meg kell nézni a jegyzőkönyveket. Én néztem, hogy hát végig volt az árvenkés. Tehát, hogy rálátom, hogy az egyből készen előle. Sajnos, így van. Hát ugye ide azért úgy jönnek el az ajánlat tevők, hogy őnek van egy utolsó szám, amit még meg tud ajánlani. Még annyit szeretnék kérdezni, hogy hány méter ez az összes utca, tudjuk azt így? Hát tudjuk a tehet, akkor egyértelműen nagyjából mondom, de hogy akkor pont... Nem kell nekem halszára, csak hogy most másfél kilométer, vagy egy kettő. Hát, hogy ne lenne, hát, két kilométer fölött van egy kicsi belégen. Tehát a diófala, régi nyárfejezet közel 400 méteresek, illetve a nyárfejezetűsével nagyobb is, ugye ez 1200 méter. Akkor az aranyág, Mátyás király, az aranyág egy picit kisebb, mint 400-370 méter, a Mátyás az aztán olyan 420 méter, tehát az is méter, mint a Szent István. Ugye az ugye tépe lesz megcsinálva, az is 400 méter. Tehát 2400 méter. És akkor az összes utcán a vízelvezetési vezetésítvasztása terv szerint az megvalósult. Természetes. Hát ez engedélyes tervünk van, akkor eltérni nem is lehet. Így van, tehát a műszaki elhúzés, azt a teleszóló 12 BT és a díj mértéke az előzetes árajánlatnak megfelelően 2.900.000 forint plusz áfa, ugye akkor a kikötésre mindennapos működést kell nekik végre adni. Szakembernek úgy mondom, hogy elég jó szakembernek, ő a közútkezelőnek az egyik főmérnöke. Még valakinek van a kérdése ezzel kapcsolatban? Mindannyiunk. Az elején beszéltünk róla, hogy párhuzamosan megy a két ütem, ugye? Igen. Hát azt, hogy maga a kivitelezési határidőn belül melyik cég hogyan fogja végezni, ehhez nekünk olyan beleszólásunk van, hogy kérünk a kivitelezéskor egy műszaki ütemtervet, hogy ahhoz kell neki ragaszkodni, de lehet, hogy az egyik cég azt fogja mondani, hogy ő kezdi már augusztus 22-én, a másik pedig azt mondja, hogy ő csak szeptember 5-én kezdi. Ugye a tervezésben úgy volt kiírva, hogy a Szent István térnél, hogy ott van egy múrva alap, de föl kell szedni a szint miatt, az be lesz deponálva oda a Szent István tér és a óvoda közé, és ezt visszatölti az út alapba. A többi, hanem a Nyárfa utcánál, a Széchenyi utcáig ez az út alap marad, csak erre tesznek fel egy, ugye kiegészítik, hogy meglegyen a kellő vastagság, tehát ez nem lesz fölszedve sem, mert a magassággal föl tudunk jönni, és a Széchenyi utcától a kendelődek felé ott kell ugye rendes út alapot készíteni, és a többi utcából a kiszedett tükör, tehát a tükörkészítés során kiszedett földet, azt pedig ide oldják be a tejüzemre hátra, mert is ugye ide volt nagyon-nagyon sok töltés kell. Ezzel kapcsolatban van a kérdés még. Ha nincs, akkor kérdezem a képviselőket. Az indítatási javaslatot elfogadják-e, hogyha igen, kérdezve a tartásra szavazzanak. 9. Igen, szavazott a képviselőtestület elfogadta a tárgyalási javaslatot. Köszönöm szépen a képviselőtestületet.